Reggelhez kávé, az élethez gospel. Ez ízesít, kellemes, hangot hoz fel, ami pont kell. Komoly dolgokat könnyedén, nincsen apró betűs közlemény. Fehéren, feketén, életről magyaráz. Nincs sok jó hír, a valósággal az a gáz. Mindegy, hogy min és mit játszol. Ez a gospel café, ami tisztán szól. Adásunk vendégei a Sisa család, Sisa Attila, Andrea és Kinga. Úgy hallottuk, hogy tényleg nagyon messzi lelki távlatból jöttetek. Úgy hallottuk, hogy kocsmárosok vagytok, vagyis hát voltatok. Mesélnétek erről, hogy is volt ez? Ez még 92 rendszerváltása, igaz, dúl a szocializmusnak a vége, és mindenki keresi a helyét az életbe. Ekkor 24 éves voltam én, és mi kitaláltuk ezt, hogy még soha nem láttunk kocsmát tönkre menni, úgyhogy az lesz a legjobb, ha mi is nyitunk egyet. Ez igazán egy ilyen fiataloknak való szórakozó hely volt, élőzenével, és általában a péntek-szombati napok voltak teltházasok, a többi az ilyen elég alacsony szinten ment, de abban az időben viszont nagyon teltházak, tehát hogy 200-300 fiatal volt, ezt hozzáteszem, hogy fiatalok voltak a kocsmába, és mi ott szolgáltuk ki a fiatalokat alkohollal főleg. Ez hogy jött össze egy tanárnő meg a kocsma? Tehát a tanítónő ugye az próbál gyerekeket tanítani, igen, óra, igen. A férje meg próbál őket elrontani, most ez hogy van? Hát az első műszak a tanítónői szolgálat, a második pedig a kocsma. Hát ezt mi nem választottuk, tehát a jót és rosszat így nem tudtuk ketté választani, tehát mi úgy gondoltuk, hogy jót teszünk mind a fiataloknak, mert van egy rendes hely, tehát egy tényleg szórakoztató hely, és van egy olyan hely, ahol ők jól érezhetik magukat. Nem találtuk rossznak, tehát hogy ezt hozzá kell tennem, hogy én úgy gondoltam, hogy ez egy jó dolog, amit csinálunk. Voltak biliárdasztaljaink, játékgépeink, nagyon sok szórakoztató elemet dobtunk be ahhoz, hogy jól érezzék magukat. És nem is tartottam rossznak az egészet, alapjából véve így a tanárság, meg tehát az, hogy diákok voltak lent a helyiségben, mert ez egy pince helyiség volt, ez nem tűnt rossznak sokáig. Illetve úgy gondoltuk, hogy nincs olyan hely Jászberényben, ahol a fiatalok le tudnak ülni, és tudnak beszélgetni, tudnak jókat játszani. Úgyhogy az első szilveszterkor mi azt terveztük, hogy egy ilyen fergeteges játékparti, és milyen jó lesz, és majd jól érzik magukat a fiatalok. Hát erre nem volt igény. 8 órakor már mindenki be volt rúgva, tehát hogy mire visszaértünk, akkor már teljes részegség volt. Ez jellemző volt magára a helyre, hogy viszonylag jó árban tudtunk adni alkoholt, és ezért sokan is jártak, és tényleg a fiatalok azért jöttek le, hogy ott megalapozzák a hétvégét. Akkor Jászberények teljesen maguk alá zuhantak, amikor bezártátok ezt a kocsit. Nem hiszem, hogy azért ennyire nem értek meg. Tehát abban az utcában, abban az időben 7 helyen lehetett alkoholt kapni egy utcában. Ez volt a központi része Jászberénynek, és akkor ott maradt még 6 hely rajtunk kívül. Amikor mi ezt elengedtük, ezt az egészet, akkor hát mi kivonultunk onnét, ott még hogyha próbálkoztak utána, tehát volt egy új tulajdonos, aki még próbált ott fenntartani, ő már egy más szemléletben. Nekünk ez volt a szívünk, lelkünk, mindenünk benne volt, rengeteg lopott tárgy, meg mindenféle, amit sikerült összeharácsolni, meg összecsencselni. Én tehát rengeteget loptam gyerekkoromtól kezdve, ez is egy ilyen volt, és akkor utána egy ilyen bűnszövetkezetet akartunk megszervezni, ez a helyi maffiának gondoltuk, már a körülöttünk lévő nagyobb városok maffia vezéreivel már megvolt a kapcsolat, és akkor mi, mint egy ilyen közepes város, mi úgy gondoltuk, hogy készen állunk erre, hogy megszervezzük, és pont a megtérés előtt több rablásban benne voltam, meg orgazdaságban, hoztak be mindenféle lopott árut, kialakult az a kör, aki erre hajlamos, és szerintem egymást tudtuk rossz irányba vezetni, és nekem egy év felfüggesztett börtönbüntetésem is volt, de egy bizonyos betöréses rablásért el is kaptak, és ebben a helyzetben mondjuk az ember azt hinné, hogy abba hagyja, de nem. Tehát, hogy nem tudta abba hagyni. Tehát ugyanúgy vitt tovább a virtus, azt mondtam, hogy majd jobban csinálom, majd ügyesebb leszek, jobb társaim lesznek, és hát ez nem vezet sehova. És pont egy olyan szörnyű helyzetben talált Isten,
amikor pont azt akartuk, hogy egy embert megölünk. Tehát egy benzinkutat akartunk úgy kirabolni, hogy először lelőjük, aki ott van. Abban az időben még nem ilyen rendszer volt, egy ember ült éjszaka általában a benzinkúton, és... Halljátok, befogom a Kinga fülét, hogy a 18 éve felüli részletek ne hallja. Hát, én ezt már... Ez már... Ő már hallhatja. Alapjában mivel, tehát én, mivel, hogy már túl vagyok ezen, és azért is mondom el, mert lehet ilyen helyzetben valaki pont találkozik egy ilyen bizonysággal, hogy ez nem vezet sehova, és mindig egyre durvább dolgokat csinál az ember, addig, amíg, hát azért mondom, hogy nekem, hogyha valamiért is elkaptak volna, már börtönbe kellett volna menni. Válás felé tartottunk, pedig szerettük egymást. Az életünk az olyan kívülről egy ilyen nagyon fényes alma, minden kívánság, egy 24 éves nyugati autóval rendelkező, vállalkozó, az életnek a királya. Ebben a helyzetben keresett meg egy fiatal fiú a kocsmába. Egy fiatal lányjal, két lányjal, egy fiú lejött, és mondták, hogy szeretnének a vendégeinkkel beszélgetni Istenről. Hát mondom, beszélgessetek. És akkor mondták, hogy utána, hogy velünk is szeretnének. Hát mondom, velünk is lehet, majd hajnali 4-kor. És ez a durva, hajnali 4-kor, amikor már minden részeg, mindenki hazament, egyszer csak megjelenik 3 fiatal az ajtóba. Ez nekünk is durva élmény volt, mert nem gondoltuk, hogy azért hajnali 4-kor Istenről fogunk beszélgetni. Hát nem. Tehát alapjából így kezdődött, így ezzel a beszélgetéssel kezdődött, mi teljesen megvoltak azok a ötleteink, hogy Istennel hol tartunk, mit csinál Isten, és nekem volt egy nagyon jó szlogenem, hogy én hiszek Istenbe, csak képmutató vagyok. És mikor jött el az a pont, amikor mégis azt mondott, hogy ezt most már komolyan kell venni? Hát olyan 3 hónap, de azt hozzá kell tenni, hogy akkor volt Jászberényben egy evangelizáció, egy utcai evangelizáció, és akkor mondták, hogy az utcai evangelizáción, minden, tényleg Jászberényben mindenütt ott volt ez az evangelizáció, és mindenkit hívogattak, hogy gyertek el erre az istentiszteletre, és hát üzleti érzékem akkor is elég anyagias voltam, vagy akkor elég anyagias voltam, sok ember, mindenki szomjas, meleg van, senki nem tud nekik inni adni, majd én. És akkor én kimentem egy mozgókocsival az evangelizációra. És az evangelizációt végignéztük, de egy büfékocsiból, és semmit nem értettünk az egészben. Ezt hozzáteszem, hogy tényleg érthetetlen volt számunkra. Annyit kértek, hogy utolsó alkalommal üljünk be. És ilyen fapadok voltak, leültünk a közepén, és akkor végignéztük a ige hirdetést, a dicsőítést, a bizonyságtevést, és akkor a végén a pásztor mondta, hogy na és aki szeretne Istenhez csatlakozni, az álljon fel és jöjjön ki. Az egész sátor, mindenki így felállt, és kiment, vagy 80 ember, csak Andi meg én ültünk a padon. És akkor mondták, hogy aki még bizonytalan, az annak még várunk egy kicsit, aztán eljátszottak egy dalt is, és mondtam, hogy engem ebből a padból senki nem tud fel, nem is tértünk meg. Tehát, hogy nem volt a szívünk, tehát tényleg nem voltunk ott, hogy erre felkészülve. És az volt az isteni érdekes dolog, hogy ahol nekem a pincébe kocsmám volt, az első alapozó alkalmakat a felette lévő terembe tartották. És akkor jöttek ezek a barátok, akikkel elkezdtünk barátkozni, beszélgetni. Már volt olyan, hogy beálltak a kocsmába kiszolgálni, és akkor mondták, hogy ez egy nehéz időszak volt számukra. És végülis a barátság közben Isten megszólított, és akkor már nem nekik hittünk, hanem már Istennek, és akkor abba a terembe, ahova a hívogattak mindig, hogy menjünk már el egy ilyen barátkozó alkalomra, ez is egy vicce Istennek, mert én nagyon anyagias voltam, tehát azt vizsgáltam, hogy nem akarják elvenni a pénzemet, meg hogy fog ez a szekta engem átformálni, hogy agymosás lesz meg nem hiszek én azért ebbe, azért ha így van Isten, akkor legyen így, és akkor úgy volt, akkor mégse igaz, meg mit, tehát én mindenhogy próbáltam csűrni, csavarni, és akkor az első alkalom, amit hallgattam, az a tizedről való tanítás volt. És ez megfogott. Nagyon érdekes, hogy ez megfogott. És utána mi, ahogy Istennel találkoztunk, mindent Andreával együtt csináltunk, tehát mi együtt értünk meg. Volt egy alkalom, amikor már úgy mentünk oda, hogy mi megtérni mentünk oda. Tehát tudtuk azt, hogy mi már át akarjuk Istennek adni, és nem egy hirtelen érzelmi döntés volt a miénk, hanem nekünk 3 hónap alatt végigvizsgáltam, olvastam a Bibliát, tényleg így van. Akkorra már nekem volt hitem, mikor oda mentem, hogy átadjam az életemet Jézusnak. Csandi, veled ez hogy történt? Mondta Attila, hogy nagyjából ugyanaz volt, de azért biztos voltak picik különbségek. Hát igen, érdekes volt, mert úgy gondoltuk, hogy mindenünk megvan, amire szükségünk van, de ahogy láttuk ezeket az embereket, azt éreztem valahol belül a szívemben, hogy van valamiük, ami nekem nincs, és olyan jó lenne, ha nekem is lenne.
És akkor, ahogy Attila mondta, jártunk ezekre a barátkozó alkalmakra, és amikor felmentünk Budapestre, akkor volt ez az evangelizáció, és ott arról volt szó, hogyha úgy érezzük, hogy szeretnénk kimenni, hogy hív bennünket Isten, akkor álljunk fel és menjünk előre. És az volt bennem, hogy annyira jó lenne kimenni. De mit szól ehhez Attila? És hogy így felnéztem, és mondta Attila rám nézett, és azt mondta, hogy kimegyünk. És tulajdonképpen így kezdődött az út. Hallottuk, hogy nagyon kreatív egy ember vagy. Elmondod, hogy ez hogy valósul meg a mindennapokban? Tehát, hogy szerintem a kreativitás az egy ajándék Istentől, és igazán az alkotó kezd, tehát hogy valamit alkosson az ember, valamit létrehozom, lehetőleg maradandót, vagy ami Istennek tetszik, vagy legalább az embertársait mosolyra csalja, és akkor tehát mindenki a saját eszközeivel tud alkotni, tehát hogy amit Isten adott neki. Hát én emlékszem rá, hogy amikor még nem voltam hívő, akkor inkább megbotránkoztató voltam, mint alkotó ember, de próbáltam kitűnni abból a szürkeségből, ami volt, és akkor általában nevettek rajtam az emberek, tehát hogy ezt ilyen viccesnek fogták fel, hogy én nekem olyan a hajam, nekem olyan a nadrágom, én máshogy nézek ki, és akkor inkább egy... De emlékszem rá, hogy én végigmentem az utcán, és akkor mosolyogtak az emberek. Ezt Andi valamikor megismerkedtünk, akkor... Hát tankos sapkát hordott. Amikor feljöttünk Budapestre, akkor tulajdonképpen az történt, hogy elmentünk az utcán, és mindenki így követett bennünket. Hát eleinte, meg kell mondjam, elég szokatlan volt ez a helyzet. De aztán így az évek alatt hozzászoktam. Azóta neked is van egy tankos sapkám. Nem, sapkám nincsen, de... Utána amikor megtértünk, akkor én ezt mindenáron meg akartam tartani, tehát hogy én egy ilyen ne veszítsem el azt, amit értékesnek tartottam, tehát az, hogy én más vagyok, azt szerettem volna megtartani, és akkor én nekem nagyon az elején lejött az, hogy Isten egy színes Isten, tehát az első hónapokban azt láttam, hogy Isten nem olyan szürke, mint amennyire festik szürkének, vagy egy ilyen fekete-fehér Istennek. Isten nagyon színes, és akkor eznek én a színes Istent szeretem, tehát ezt a rajongók érte, és minden, ahol lehet, ezt próbálom elmondani a gyerekeknek is, meg mindenhol, hogy Isten nagyon színes, tehát nagyon kreatív. Most volt lehetőségünk lemerülni, búvárkodni víz alatt, és a tenger alatt annyi színes hal van, és mondom, ezt senki nem is látja, és Isten ide is ilyen gyönyörű teremtett, hogy tényleg ez a kreativitás, ami Istenben van, ebből mi csak úgy ellesünk dolgokat. Az emberi kreativitás az egy kicsit más, tehát hogy itt inkább az, hogy az, amikor vannak szabályok, meg szabványok, az úgy követhető. Én nem vagyok szabálykövető, a feleségem szabálykövető, ezt nehezen bírja ő is. Én abszolút nem, tehát hogyha lehet valahogy fordítva, vagy máshogy csinálni, én ezen gondolkozok inkább, hogy lehet máshogy csinálni, és akkor ezzel feladva a leckét a többieknek. De maga a kreativitás, hogy hol bukkan ki az emberből, az attól függ, hogy hol van tér, tehát hol kap teret. Én szerintem most pont ebben az életszakaszomban, amiben vagyok, most építünk egy gyerektábort, és a gyerektábor osztatásban, illetve a gyerektáborban, ez egy kém katonatábor, és főleg a Jászberényben van, tehát ott építjük, és a Jászberényi iskolákban megyek be toborozni ilyen katonaruhába, sípolok nekik, és akkor elmondom, hogy lesz egy ilyen tábor, és oda toborozzuk most a újoncokat. És most már második évad volt, Alfa, Beta, Charlie néven futnak a táborok, és akkor ebbe, hogyha kémekről tanítunk, akit Eszternek hívtak, a beépített kémet azt Eszternek hívták, a katonátok pedig Dávidnak, akiről tanítunk. És hogy mitől kreatív? Természetesen nem egy négyszögletű épület a főépület, hanem egy hajó alakú. Tehát nyilván ilyen ferde oldala van, stb. És hát minden egyéb, ami ezzel jön. Akkor ha jön az özönvíz a bárkának, az alapjai megvannak. Igen, ezen gondolkozok, hogy ez nem emelkedne fel. Közelben is tenger, úgyhogy csoda lenne, hogyha felemelkedne, de igen, ilyen bárkaszerűen. Ha már a gyerekeknél tartunk és tiniknél, akkor a végtelen tinit azt ti csináljátok, mert legalábbis a te nevedhez biztos, hogy hozzá kapcsolódik. Ez hogyan indult, és miért kezdtél el foglalkozni a fiatalokkal? Tehát ez
tehát hogy úgy van, hogy én mindent Andival csinálok, tehát hogy, hogyha azt mondom, hogy én csinálom, az azt jelenti, hogy ő is csinálja, tehát hogy ez mindent tényleg együtt csinálom, de a végteleníténi a Kerekes Szabolcshoz nagyon kapcsolódik, ővel a REM alapítványban együtt dolgoztunk, és akkor a szívünkben megindult az, hogy kellene Észak-Magyarország kis gyülekezeteinek egy olyan tábor, ahol egy gyülekezetben 2-3 tinédzser van, ő nem tud csapatot alkotni, ő bejár a felnőtt istentiszteletre, ugyanazokat a dolgokat teszi, és kellene egy olyan hely, ahol egy hétig csak róla szól az egész Isten élmény. Tehát csak az van, amit Isten egy tinédzsernek akar elmondani, és akkor erre kezdtük el szervezni, ott a környezetben lévő kis gyülekezetekből 2-3, tényleg így, ahogy mondom, hogy ahol nincs 10 főse. Tehát egész évben két tinédzser van a gyülekezetben, és ők jöttek el, és akkor ebből kezdődött az egész, és akkor az elsőn azt hiszem olyan 60-an voltunk Cuzánben, most már olyan 200 körül vagyunk, ehhez tartozik egy felnőtt csapat, egy önkéntes felnőtt csapat, mindent ilyen önkéntesként csinálunk, amit mindenki felajánl valamit. Tehát felajánlja azt, hogy ő beletesz valamit, és igazán ettől lehet azt mondani, hogy ez egy Istennek nagyon tetsző dolog, az önkéntesség. Tehát amikor önként valaki szívvel beletesz, úgy érezzük, hogy amikor belépünk oda, de én is azt élem át, hogy Isten már ott van, már angyalok ott vannak, és belépünk a mi kis tini paradicsomunkba, és akkor minden arról szól, hogy Isten hogy vesz körül bennünket. Nagyon sok olyan dolgot csinál nekünk szervezőknek, ez egy, hát ezt a szót használom, hogy horror, tehát horror ezt megszervezni, hogy Isten most ott lesz. Mit fog csinálni Isten? Mit fog átélni Istennel? Mit fogunk közösen csinálni? És mihez kellek én? És mikor vagyok útba? Mikor kell arrébálni, bocsánat. És a hetedik táborban volt az, amikor ezt nagyon megtapasztaltam, hogy Isten csak azt mondta, te csak üljél, térdeljél, nem kell beszélned, nem kell oda menned, figyelj. És akkor láttuk azt, hogy egy hosszú sorban tinédzserek tesznek bizonyságot, profétálnak, tanítanak, bátorítják egymást, imádkoznak egymásért, és egy robbanásszerű változás jött be a tábor életébe, átvették a tábort. És most már ez a 11. tábor volt, de most már fel is nőtt egy generáció, most már nagy részt, hogyha értem, mi mint öregek vagyunk ott, és akkor segítjük azt, hogy tényleg akik beleszállnak ebbe a munkába, 19 év után vissza lehet jönni, 19 éves kor után, és szolgálóként vissza lehet jönni. 40-en voltak most idén szolgálók a táborba, akik azért jöttek, hogy a fiatalabbaknak átadják azt az élményt, amit ők kaptak Istentől, és hát nagyon jók, sokkal jobbak, mint mi, tehát hogy most jobb is a tábor ezáltal. Azt hallottuk, hogy a Kinga is oda szokott menni a táborba, és a fiatalok körbe szokták őt rajongani, ezt hogy történt, hogy... Hát Kinga viszonylag gyorsan ismerkedik, ugye? Barátait, Kinga, barát. Ő gyűjti maga köré a barátokat, és akkor van egy érdekes szolgálat. Olivér. Barati. Miget? De Kinga a táborról beszélj, a táborba. Ki a barátod a táborban? Olivér. Oké. Van egy közös pont a BPA táborral. Igen. Oké, jó. A BPA tábor pont ugyanabban az időben van mindig, Gödöllön, illetve Vászdukán, ez egymástól viszonylag közel van, és mi mindig egy napot együtt töltünk. És a kedül Olivér az oda jár ott a dicsőítésben is énekel, és az a fő nagy barát, tehát ő a nagy szám, aki, de alapjában véve, hogy érted, hogy Kingának van egy szolgálata az emberek felé, tehát hogy ő nagyon gyorsan ismerkedik valakinek a szemébe néz, és azt mondja, hogy szeretlek. És tehát sok ilyet hallottunk már, hogy ő milyen fontos az, és pont az Olivér mondta el, hogy nem baj. Nem baj, az már. Olivér mondta el, hogy neki mennyit számít, amikor egy koncert után nem úgy áll még a lelke, nem úgy áll még az énekléssel kapcsolatban, és akkor meglátja Kingát, Kinga meg azt mondja neki, hogy szeretlek, és akkor mondta, hogy akkor mint hogyha Isten mondaná neki, és akkor visszaállnak a dolgok. Ő neki ez a szolgálata, hogy... Telefon szólni, igen, most telefonáltunk Olivérrel, oké. Most ezzel megtelt a szíve, hogy elmeséli ezt az élményét.
És alapjában véve, tehát ő is facebookozik, tehát napi szinten, és akkor ott tartja a barátaival a kapcsolatot, küldözget neki, hogy most ezt a képet is el fogjuk küldeni, hogy ő itt volt, és akkor a többiek is megtudják. Hallottuk is, hogy van egy Facebook oldal Kingának, és hogy jött ez az ötlet, hogy csináljátok neki egy oldalt is? Hát igazán... King a Facebook oldal. Ki csinálta neked a Facebook oldalt? Na jó. Apa, igen, igen. Ezt ajándékba kapta, tehát amikor nem tudtam megkitalálni neki, hogy valami, akkor csináltam meg neki a Facebook oldalt, mert tehát ő igényli már ezeket a dolgokat, tehát ami a korához illik, és akkor 15 évesen kezdte el a Facebook oldalát, és akkor hát ő ezt nagyon, tehát napi szinten kezeli, mondja nekünk, hogy melyik gombot, tehát sokkal jobban ért a Facebookot, melyik gombot nyomjuk, mit írjunk, és milyen figurát küldjünk kinek, és akkor hogy tehát ő csetel folyamatosan a barátaival, küldözgeti ezeket az üzeneteket, és tehát hogy ő megéli ezt a fajta kapcsolatot, úgyhogy nekünk diktál, tehát hogy nyilván mi vagyunk a kezemet. Igen, igen. És ez mit tudom, tehát korlátozva van nála, tehát meg nálunk is, tehát hogy napi egy óra hossza az, amikor ebben foglalkozhat, ugyanúgy, mint a többi tini, szerintem ő egész napot tudna ülni. Amikor egy nem egészséges gyerek születik egy családban, az azért meg szokta viselni általában az embereket, tehát hogy elgondolkoznak rajta, vagy depresszióba esnek, stb. A ti hiteteket viszont nem törte meg, úgy tűnik a Kingának ez a... Nagyon érdekes, hogy amikor látok valakit, akinek sérült gyereke van, sajnálom, de tényleg átfut rajtam ez, hogy szegény, de soha nem jutott eszembe magammal kapcsolatban, hogy én, hogy nekem van egy sérült gyerekem, mert nem így élem meg. Szóval, amikor Kinga megszületett, akkor mi viszonylag hamar volt egy idő, amikor eljutottunk odáig, hogy most ő sérült, tehát hogy sérült, és ez van az életünkben, és Isten meggyógyítja, de addig, amíg nem gyógyítja meg, addig nekünk nem megy tönkre ettől az életünk, és emlékszem rá, hogy egy konkrét döntés volt, hogy mi boldog család leszünk egy sérült gyerekkel. És megmutatjuk mindenkinek, hogy kell ezt csinálni. Igazán nem is az, hogy megmutatjuk, hanem egyszerűen úgy gondoltuk, hogy jó helyre adta Isten, meg nem volt az bennünk, hogy miért, meg nem tettük fel, ebben nem merültünk el ebbe a gondolatsorban, nagyon sok szülőt látok az, hogy miért pont velem, megérdemelnénk, hogy egészséges gyerekünk lesz, meg jó emberek vagyunk, meg szóval ha ebbe nem mentünk bele ebbe a gondolatbemetbe, hanem pont fordítva, hogy Istent elfogadtuk, hogy Isten ilyen gyermekkel ajándékozott meg bennünket, és hogyha így adta, akkor ad erőt ahhoz, hogy tudjuk nevelni, tudjuk szeretni, stb. Sokszor van az bennem, hogyha kérni kéne egy dolgot, hogy mit kérnék. Most láttam egy filmet, két sérült gyerek volt Afrikában, és nem ilyen körülmények között élt, mint Kinga, hanem porban voltak, ugyanilyen sérüléssel. És a testvérük, mert az anyukájuk, meg az apukájuk nem volt ott, és a testvérük gondozta őket. Hazajött a munkából, lefürdette, borzasztó kör. Én azt kérném, hogy ők gyógyuljanak. Azt is tudjuk, hogy szeretnétek ilyen családoknak segíteni, hogy ez a gondat is felmerült bennetek. Ezt hogy szeretnétek végigvinni? Mi az alapötlet? Igazán mi bátorítjuk azokat, akik eljutnak arra a határra, hogy beadják a gyereküket, vagy elforduljanak tőle, hogy ezt nem lehet túlélni, hogyha valaki elfordul egy sérült gyerektől. Tehát nem olyan könnyű, hogy fú, hát ez nagyon nehéz, majd nekem könnyebb lesz az életem, hogyha ezt kiveszem az életem. Ez nem ilyen. Ebbe belehal az ember, ha odaadja a sérült gyerekét, mert igazán neki legjobban az apukájára, meg az anyukájára tud számítani. Meg a testvérére. Meg a testvérére, mert neki van egy nagy testvére, aki tényleg egy ilyen csodálatos kapcsolat van köztük, és most már van egy unokánk is, Énoknak hívják, és Kinga, te Énoknak ki vagy? Énok, Kinga, ki vagy te Énoknak? Nagy dédi! És képzeljétek el, volt egy ilyen rózsaszín kabátja, ilyen csajos kabátja, és akkor mondta, hogy ő már nagynéni, már nem rózsaszín, már más színű kabátja, mert ő már nagynéni. És felnőtt ez a feladathoz, és akkor ő nagyon figyelmes, tehát hogy nagyon látja azt, hogyha valami baj van, akkor tényleg, hogyha nem figyelünk oda, Kinga biztos meglátja, tehát hogy ő vállalja ezt a szerepet, és
egészséges életet lehet élni sérült gyerekkel. Tehát, hogy ez az emberbe gondolkodik, vannak terhek, de minden családnál vannak. Tehát mindenütt nem hiszem, hogy valahol könnyebb vagy nehezebb, mindenkinek más. Nekünk Kinga egy olyan teher, ami megnehezíti fizikálisan, de minket nem állított meg. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy mi kevesebb helyen lennénk ott, vagy valahol. Tehát Kinga az már több, nem tudom hány országban jár. Szerintem a Velence az, ami hogy vér, tehát olyan szempontban nagyon nehéz, hogy egy tolókocsis embernek ott nincsen semmi rámpa. Tehát, de Velencén is át lehet tolni. Tehát, hogy minket ezek nem riasztottak meg, az, hogy a házi csoport most folyamatosan a második emeleten volt, ez minket nem aggasztott annyira, felhúztuk a második emeletre, de igazán, ha nem azon gondolkozol, hogy milyen nehéz, hanem azon gondolkozol, hogy hát ez elég széles lépcső, ezzel fel lehet húzni, akkor hogy jöjjön, tehát ezek nem állítanak meg bennünket. Tehát, hogy Kingával mi mindenhova el tudtunk jutni, szerintem mindenütt ott voltunk, ahol akartunk. Soha nem volt az a gondolat, hogy fú, ha Kinga nem lenne, akkor hova jutnánk el? Mindenhova el lehet jutni. Igen. Zolanda, Anna, Atta, Baba, Zolanda, Pidgy, Baba, Gilda, Dicsimbe, Oké, most lefordítom, hogy mit mond. Fordítsd. De elmondta, hogy pici baba volt. És tehát ő tudja azt, hasababába, és akkor ott, amikor megszületett, akkor ő neki a fejével történt, mert ő agyvérzés, tehát egészségesen született, csak korán, 1,10 kg született, ilyen pici volt, mi nagyon sokat imádkoztunk, hogy tartsa életbe Isten. És akkor ő meghalt, tehát egy pillanatra meghalt, és újraélesztették, és az agyát, ahol elpattant az ér, amikor lélegeztetőgépre tették, az agyvérzés az, ahol megalvad, ott történik a probléma. És akkor ő neki tornásznia kellett, most ezt mesélte el, hogy ő látta magát fényképen, és akkor ő tornászott gyerekkorában, hogy milyen, tényleg sok tornász helyre vittük el, de megint azt mondom, hogy ez például ember feletti, amikor egy gyereket napi 5-ször kell vinni valahova fejlesztésre, hogy tovább fejlődjön. Heti. És volt egy olyan pillanat, amikor azt mondtuk, hogy már sokat sírt, már tényleg nem voltunk önmagunk, azt mondtuk, hogy fontosabb a lelki egyensúly, mint a testi. Tehát, hogyha elveszti a gyerek azt a gyerekségét, mert bele, tehát, hogy tényleg korán kelsz, viszed, húzod, és hogy sírszegény, mert beleteszik, belerőltetik, stb. És akkor mondtuk, hogy már ez nekünk is sok, nem, hogy neki. És nekünk nagyon sokat foglalkoztunk avval, hogy a lelke épp maradjon, ne törjön meg. Kinga nagyon vidám lény. Tehát mindenki mondja, hogy lehet, hogy ő ilyen vidám, mert általában a sérült gyerekek depressziósá válnak, mert a szüleik azok. De hogy sokszor a szülőt, a apa elhagyja a családot, az borzasztó nehéz átélni, hogy ott hagynak egy sérült gyerekkel, és akkor tehát ezekben mi hál' Istennek együtt maradtunk, nem vesztünk el. Sőt, megerősödött a házasság. Igen, én azt mondom, hogy tehát most nekünk már nincs olyan, hogy Kingával mi mindent együtt kell ugyanúgy csinálnunk. Tehát, hogy szükség van egymásra, tehát hogy fizikálisan is, hogy és akkor most is így csináljuk. Mindig változik a rendszer, mindig újat kell kitalálni, hogy ahogy nő, de folyamatosan kitaláljuk, és szerintem ez jól működik. Ugye, Kinga? Edzésben vagyunk. Edzésben vagyunk. Azt is hallottam, hogy bemerítettétek a Kingát. Igen, Kingát. Az hogy történt? Hát ez a táborban, a végteleníti táborban volt, ő lát, ott mindig van bemerítés. Tehát ott ez valahogy az első alkalommal kialakult, hogy valaki beszeretett volna merítkezni, és volt egy medencénk, és akkor bemerítkezett. Aztán vettünk egy nagyobb medencét, egyre többen, most már egy 3000 literes, egy óriási medencénk van, és rengeteg, tehát viszonylag, tehát a tábor létszámhoz képest ilyen 10-20 fiatal szokott bemerítkezni, és akkor Kinga ezt látta, és ő mondta, hogy ő is szeretne fehér ruhát, és ő így hívja a bemerítkezést, hogy fehér ruha. És akkor egy évig vártunk rá, hogy ez elmagyaráztuk, megértse, hogy mi az a fehér ruha, stb. És akkor Perjes István is, ő meg ezt egy látásba kapta, hogy nagyon fontos, hogy ő úrvacsorát vegyen, mert Jézus testét és vérét kell inni az egészséghez. És akkor azóta Kinga úrvacsorázik, mert nálunk ez a fajta kritérium van, hogy a bemerítkezőtek tudnak úrvacsorázni, és akkor azóta Kinga is úrvacsorázik, és akkor ő imádkozik minden nap,
barátaiért, tanáraiért, tehát hogy minden nap ő a saját szavaival imádkozik. Ez talán a legtöbb, amit tud, hogy ilyen 50-60 szót rak egymás után, és végig imádkozza az estéit. De hogyha valakinek fáj valami abban a pillanatban, ő neki nincs korlát, hogy azt mondja, hogy valaki teljesen mindegy, hisz, nem hisz, ő egyből imádkozik, hogy Istenem, kérlek téged, gyógyítsd meg, és mondja, hogy miért. Hát én még sokáig elhallgattam ezeket a történeteket, de sajnos az időnk az véges, és eltelt fél óra.